Vegye használt autójának hasznát, így olcsóban vehet új Skodát. Használt autóját piaci értékén beszámítjuk, és hozzá az új Skoda árát 100 000 forinttal leszállítjuk. Skoda, váltson velünk! A Pandirek bemutatja a Háború és Technika című sorozatának első részét, az Öbölháború. A csúcs technika szárnyalása az öböl felett. Egy háború, mely a levegőben dőlt el. Sorozatunk első részében megismerhetjük az öbölháborúban alkalmazott különleges légitechnikát és a repülőgép típusokat, melyek a háborút sikerre vitték. Mirázsok, tornádok, jaguárok, F-16-osok bevetésben és az először az öbölháborúban alkalmazott lopakodók. Élj át a levegőben vívott csaták rémisztő pillanatait és rendelje meg sorozatunk az első csapás című részét 1490 forintért. Hívja a 467-67-80-as telefonszámot. Néhány nap múlva mindannyian belenézünk majd a napkoromba, hogy tanulni legyünk az évezred utolsó nap fogyatkozásának, de nem mindegy, milyen napszemüveggel. A Napvadász szemüveg a Sugárbiológiai Intézet jóváhagyásával és ajánlásával rendelkezik, így maximális védelmet nyújt önnek és szeretteinek. Vigyázzon a hamisítványokkal, mert a nap ultraivója és infravörös sugarai percek alatt akár teljes vakságot is okozhatnak. Mi szeretnénk, ha ön biztonságosan élvezni a napfogyatkozást. Ezért ajánljuk a Napvadász szemüveget, amellyel a legnagyobb biztonságban érezheti magát, mert ez a szemüveg garantáltan UV fényszűrős bevonattal rendelkezik. Ha most megrendeli, mi két napon belül házhoz szállítjuk, és ha bárhol vásárol szemüvegét napfogyatkozás után beküldi vagy behozza a mintaboltunkba, 1000 forint kedvezményt adunk önnek 5000 forintos szemüvegenkénti vásárlás esetén, vagy 3000 forint kedvezményt a vizuális biblia megvásárlásakor. Mert nekünk megér ennyi az ön szeme világa. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Delta 2000 mai adásában, amely csak néhány nappal előzi meg az évszázad legutolsó, hazánkból nézve pedig egyetlen teljes napfogyatkozását. Ahogy közeledik augusztus 11-e, úgy szaporodnak a kérdések az emberek körében, e tudományos szempontból is rendkívüli eseménnyel kapcsolatban. Mi is szeretnénk segíteni a kérdések megválaszolásában, ezért felelős szerkesztőnk a napfogyatkozással foglalkozó tévésorozat Csillagász szerkesztőjét hívta vendégül stúdiumba. Beszéljünk arról, hogy mi lesz voltaképpen az a látvány, aminek tanúi leszünk, és amit ugye ezzel a szemüveggel, amivel most semmit nem látok, adott esetben majd láthatunk. Egy teljes napfogyatkozás közel 3 órán keresztül tart. Ezt nem szabad elfelejteni. Ennek a főműsora az a Szombathely, Tihany, Paks, Szeged, Makó tengely mentén látható közel 2,5 percig, ez a teljes fogyatkozás. Tehát amikor teljesen eltűnik a nap az égboltról, és amikor már nagyon sötét van, és tényleg csak egy vékony csík látszik ki a napból, akkor jönnek a legszebb pillantok. Tudnélik, akkor látszik a gyémántgyűrű jelenség, és semmikor máskor, csak a teljes napfogyatkozás előtti, illetve a közvetlen utáni pillanatokban. Ez a gyémántgyűrű jelenség. Hát arról van szó, ugye, hogy a holdnak a felülete az nem ugye úgy néz ki, mint amikor egy korongot kivágunk, tehát kapunk egy körlapot, és akkor az a körlap ugye kitakarja a napot, hiszen a hold hegyekkel, völgyekkel borított. Magyarul, tehát, hogyha a völgyeken keresztül még elérkezik a napsugárzás a szemünkhöz. Tehát eléri a földet még a napfény, hiszen néhány völgyön még átsüt. Ez úgy néz ki, mint amikor a gyémántot megvilágítjuk, és a sziporkázó fényjelenség keletkezik. Ezért hívják ezt gyémántgyűrűnek. Aztán ez mindösszesen egy néhány másodpercig látható, ezután teljesen elsötétedik a napkorong, eltűnik a gyémántgyűrű. Ekkor levehetjük ugye ezt. Ekkor le kell venni ezt a szemüveget. Hangsúlyozni kíván, hogy le kell, mert akkor nem látjuk meg azt a gyönyörű koronát, ami fölragyog ezekben a pillanatokban. Most látjuk meg
azt, hogy a nap az nem csak egy golyó az égen, hogy egyébként, ahogy minden nap ezt láthatjuk, például egy ilyen szemüvegen keresztül, hanem egy teljesen más égitestről van szó, amely ugye mindenféle ilyen fátylakkal borított, azzal körülvett is ezek a fátylak, ezeken belül mindenféle szálak találhatók, és időnként egy-egy pöffenés is ugye megfigyelhető. De ez az egész jelenség, ha jól tudom, ugye országosan olyan 2 perc körüli ideig tart. Senki nem fogja tudni, ugye nem lesz ott a vekkel, hogy elkezdjen csöngeni, na most föl kell megint ezt venni, hiszen abban a pillanatban, mihelyt előtt tűnik megint a nap a hold mögül, akkor már ugyanolyan vakító lesz, mintha teljességében látható lenne. Ez pontosan így van, hiszen amikor majd látjuk azt, hogy fokozatosan tűnik el a korona, halványul el a fénye, akkor ismételten jön a gyémántgyűrű jelenség, akkor már legyen a kezünk ügyében ez a speciális szemüveg, és akkor már vegyük föl, hiszen néhány másodperc múlva megint az a bizonyos gyöngyfüzér fogja övezni a napkorong szélét. Sokan föltették azt a kérdést, hogy hát különböző szemüvegeket árulnak, honnan lehet tudni, hogy melyik az igazi, melyik a nem igazi, és például kell-e ilyen szemüveget adni adott esetben mondjuk egy kutyára, amelyik a gazdája mellett ott áll, és szintén fölnéz adott esetben a napra. Nos, csak olyan szemüveget szabad megvásárolni, amihez Kerni tanúsítványt tud felmutatni az árus, illetve a Sugárbiológiai Intézet tanúsítványát szintén meg tudja mutatni. Régebben azt mondták, hogy például kormozott üveggel lehet ilyen égi jelenségeket látni, úgy tudom, ez sem.